Érdemes lesz tehát szombaton Fellnémetre látogatni, de nem csak most, hiszen szeptember 30-a és október 2-a között rendezik meg a szüreti napokat. A folytatásban idézzük fel a Patakparti kacsapartit, ahol a tavaly 2000 versenyző sikere után idén 3000-en álltak a rajthoz. A programhoz kapcsolódó adományozáson 2,5 millió forint gyűlt össze, így megkezdődhet a felsővárosi gyermeklánc tagovoda sószobájának kialakítása. A verseny helyszínére stábunk is kilátogatott, úgyhogy lássuk, hogy ez az esemény most hogy zajlott. Augusztus 19-én medertakarítás előzte meg a 20. Patakparti kacsapartit. A Rotary Klub Eger tagjai és önkénteseik kesztyűt húztak, és végigvizsgálták a patak környékét, így péntek délután már tiszta környezetben állhatott rajthoz a 3000 kacsa. A zavartalan útjukat gerebjékkel biztosították, hogy egyik versenyző se fusson po. Azon túlmenően, hogy gyakorlatilag összejött a pénz a sószobára, az egy nagyon öröm, nagy öröm. A másik nagy öröm az, hogy ennyi fiatal jött nekünk segíteni önkéntesként, és a harmadik pedig az, talán ezt kellett volna elsőre mondani, hogy nagyon sok adományozó volt. Az ország más Rotary klubjaiból is küldtek felajánlásokat, emellett Erdélyben is indítottak egy akciót a sószoba létrejöttének érdekében. A célja a Rotarynak, hogy a Rotary klubtagok összerakjanak pénzt, és abból megvalósítsanak valamit, hanem az a cél, hogy a Rotary klubban mindenki hozzárakja a saját ismereti tőkéjét. Van, aki hozza a cölöpöt, van, aki hozza a gumicsizmákat, összerakjuk, ebből legyen egy ilyen rendezvény, mint ez a mai. Ez fantasztikusan jól sikerült, én nagyon élveztem. A különböző felajánlásokból idén 2,5 millió forint gyűlt össze, így megkezdődhet a sószoba kialakítása a gyermeklánc tagovodában. A statisztikák azt mutatják, hogy a gyerekek között is nagyon sok az aszmás, légúti fertőzéssel, légúti betegséggel rendelkezők, és a sószoba az a hely, ahol ezek tisztulni tudnak, a légutak megnyugszanak, és itt ha az óvónő kellő programot tud csinálni, mesélnek, relaxációs gyakorlatokat tesznek, akkor a gyerekek ott egész hosszú időt el tudnak tölteni. Tehát ez nem csak, hogy beülünk, mint felnőttek szoktunk, és olvasunk, hanem ott a gyerekek foglalkozásokat tartanak ezekben a szobákban. Hang- és fényterápia is van benne. Nagyon-nagyon sokféle, sok színű felajánlás érkezik, és ez különösen megmutatkozott a koronavírus válság kapcsán, amikor is magánszemélyek, vállalkozások is a segítségüket ajánlották fel a vírus elleni védekezéssel szemben, és úgy látom, hogy ez a jó szokás, ez folytatódik, és most már szerencsére nem a vírus ellen kell, hanem hasonló más jótékony célokra. A kacsák útját hangos zsibaj jelezte, majd a célegyenesben a végvári vitézek terén több százan követték figyelemmel az első versenyzők beérkezését. A leggyorsabb kacsákat egy-egy ajándék mellé pakolták, majd a sorszámok alapján hirdettek győzteseket, akik az élményeken kívül például műszaki cikkekkel és sportfelszerelésekkel gazdagodtak. A főnyereményt egy mezőkövesdi felajánló vehette át. A verseny lebonyolítását a Rotary gimnazistákból álló ifjúsági tagozata is segítette, akik arra is ügyeltek, hogy a műanyag kacsák mindegyikével elszámoljanak, hiszen ugyanezeket bocsátják vízre jövőre is.